Elkezdődött a felkészülés számunkra is, itt vagyunk Belgiumban, a Standard Liège edzőkomplexumában. Kicsit beszélj róla, milyen érzés itt lenni. Ugye én már voltam itt egyszer másfél évvel ezelőtt, csak hát akkor a Bencével voltam. Az ilyen orvosi vizsgálat volt, amikor még nem volt 100%-os a lábam, tehát találkoztam már ezzel az edzőközponttal, akkor is itt voltunk elszállásolva. Röviden annyit tudnék elmondani, hogy tényleg jó körülmények között készülhetünk, minden megvan ahhoz, hogy tényleg 100%-os legyen ez az edzőtábor. Ez lesz az első edzőmérkőzésünk, azt tudni kell, hogy az mindig nehéz az első. Ugye azért még fel kell locsudni ebből a korai utazásból is, meg volt ugye tegnap már az edzés, ugye ma túl vagyunk már még egy edzésen, de úgy érzem, hogy azért helyt kell állni itt Belgiumban, jó csapat ellen játszunk, és ez az, ami mérvadó lehet. Három komoly csapat ellen játszunk, azért ez tényleg egy jó erőfelmérő. Hát egyelőre még azért úgy kevesen vagyunk, tehát én azt várom el a csapattól, hogy egy kicsit összecsiszolódjunk. Persze ugye az eredmény is fontos, ugye az embernek azért jót tesz az önbizalmának, hogyha győz, de egyelőre azt mondom, hogy az első edzőmérkőzésen azért inkább a taktikai meg a technikai elemek elsajátítása a fontos. Furcsa, tényleg csak ennyit mondhatok, mert kavarognak benne, egy kis ambivalencia van bennem, ugye jó és rossz érzés is, ugye sok mindennel találkoztam, amióta profi labdarúgó vagyok, amióta ugye aláírtam az első szerződést, hát nekem úgy tűnik, mintha csak egy-két évvel ezelőtt lett volna, és hát eljutottunk arra a szintre, hogy tényleg most már rutinosabb játékosok közé tartozom, de hát persze boldogság fog elértem azért jó pár szép dolgot, de szeretnék még többet, és leginkább az Újpesttel.